alright. Anyám, én kidobtak. Várjál már, én most nem is vagy fővéve. Vagy mi van? Megmondtam, hogy engem minőséges GoPro-val kell rögzíteni. Azt kérdezted, hogy hol a fényképező? Te fényképező szerettél volna engem. Igen. Csak itt elkezdődött az allergia korszak. Elkezdődött ez a nyálkahártyás, hulladásos, influenzás, agytör. Agytör. Jó képet csináljál rólam. Ne levetem most már általában, nagyon nehéz. Nehezebb, mint de a... De mondjuk, ha erre bambulnál. Nehezebb, mint a Jézusnak a keresztje. Hallod? Nehezebb, mint a Jézus Krisztusnak a keresztje. Na. Na jó. Alright. Jaj, na nézzük, mi van a levegőbe. Anya, nem maradsz itt vele? Nem vagy rá kíváncsi? Arra a videóra van. De gyere már, üljél már abba bele a székbe. Ma mindjárt. Na addigra itt izé. Elkezdődik a rúd influenza. Na nézzük, ez egy ilyen uniboxing videó, hogy mi rejtőzik az én nekem a ballagói. Izénbe, batyumba. Erről annyit kell tudni, hogy ezt mamáméktól kaptam. Utólagosan. Mert nehéz lett volna ez elvinni a ballagásra. Budi, fejezd be! Menjél kifele, vagy maradj itt bent, azt csinálsz, amit akarsz, de ne járkáljál össze-vissza be neki. Eldöntheted. Vagy itt maradsz, vagy kint. Na. Mondtam, gyere akkor befele. De akkor bejössz, és akkor rácsukom az ajtót. Akkor maradjál kint. Nem töltöttem, miért valószínűleg? Na, nézzük, mi van ebben a lapulevél. Hallod, anya? Nem fogod elhinni, mi van ebbe. Gyere már gyorsan. Atya úristen. Nem fogod elhinni, hogy mi van ebbe. Várjál, kiesett valami. Lapulevél. Na nézzük, mivel kezdjük. Van benne egy notesz. Van benne egy toll. Hát igen, ha eltévedsz, hogy valami kell, akkor tudod. Van benne egy vakond. Szerencse vakond. Van benne egy malac, vagy mi ez, majom. Azt hittem, hogy ez csoki. Az mi? Mi a címe? Kis képek nagy művekről. Azt hittem, hogy ez egy ilyen izé csoki. De könyv. Meg van benne kettő bomba. Amit nem tudom micsoda egyébként, ez egy bomba. Már mindjárt óvatosan kicsomagoljuk, meg van benne egy levél. És melyikkel kezdjem, a levéllel vagy a bombával? Először olvasd, de mit ír a bomba? Mi van? Nézzük, mi van. A levél, vagy mi a fasz? Váljam először, elolvasom, mert nem biztos, hogy rájuk tartozik. Azt írják, hogy kisunokádnak sok szeretettel. A hangom lehet, hogy furcsa lesz, mert kéne is kendő is. Nem azért, mert sírok, hanem azért, mert allergia szezon van. Másodjára van, de? 2015 évi szakmai ballagásra alkalmából. És akkor itt egy idézet, hogy ó, ha csillag volnék, kérek, vagy mi ez? Nem tudom, anyának az írását kiolvasni. Kerek égen. Ez egy vers, drágám. Na mi, ez Vörös egy vers. Sándornak a verse. Jó. 2015 április 30-a, mama meg tata. Alright. Na most nézzük a izét. Mi rejtőzik a... színfalak mellett. A bombába. Na jó, és a tényleg bomba van benne. Először hívjad már ki a tűzszerészeket. Én ezt tanultam az oktatáson, hogy speciálisan hogy kell kinyitni egy bombát, úgyhogy ne robbanjon föl. Sejtettem, hogy tele van 200-asokkal amúgy. Mennyi van benne? 20 000 forint?
Még ez is pénz. Ezeket túljuk már ide, férje, mert nem látjátok a... Idáig egy 200 forint. Sok 200 forint. Nem is nézed? De az neki nem jobbjan valamit. Pénz. Hát a öreganyám úgy becsomagolta egyesével mindegyiket. Hát szerintem csoki. Nem, 200 forint. Luffy. Honnan ennyi 200-as? Luffy, bazd meg. Nem, 1000-es van beletekerve. Nem mondod. Hogy lenne benne 1000-es? Fújjál bele, hát a kipot. Jó, fasz. Szivatna, köcsi. De várjál, ki ne dobjam. De levelet, ki ne dobjad. Nincs benne több pénz. 10 000, 20 000, 40 000, 80 000. Nem látok benne többet. De kukucskál bele, mert benne vannak az 5000-esek kartjára. Milyen 5000-esek? Most vágtad félbe. Majd viszem a bankba, azt összeragasszák. Kívülről sincs a fólián. Nincs benne. Csak nem rakják bele. Kidob, kidobnám. Ez nem volt bomba, ez tele volt 200-as. De lehet, hogy ez a rafináltság már a másikba bomba van lehet. Úgy gyerekek, mit szóltok ehhez? Már biztos rosszul vagytok ott a videó nézése közben, hogy mit kapott ez a gyerek. Ez olyan, mint a Karib-tenger kalózai. Rengeteg arany. Na, a hármas karamból volt Petőfi telepen, azért ment minden. Két magyar és egy szerb autó ütközött a Csap utcánál. Állandóan a szerbek balhéznak egyébként. De ezt most videóban mondod bele egyébként? Mert egyébként csak úgy szólok, hogy ez jogélet, amiről te beszélsz. Nem szabad más nemzedéket fikázni. A YouTube-on. Nem arra találták ki. Na, ez olyan, mint a Karib-tenger kalózaiba, amikor volt az a rengeteg izé, arany. És egyet ki kellett venni, el kellett vágni az eredet, hozzá kellett érinteni, és bele kellett dobni a többihez. Valami ilyesmi volt, nem tudom már, hogy volt. Hogy elloptak egyet, és pont ez a egy híja volt, és az miatt kellett ilyen bérszerződést beledobni. Anyukám, gazdag vagyok. Ezt inkább beolvasztom, mert szerintem többet érnék vele, hogyha beolvasztanám. Na, számoljuk. Hogy kell 5-ösével 1000 forint? 5 darab 200-as és 1000 forint, igaz? Akkor ez 1000 forint idáig. Azért nem mennék el bankba ilyen izének, számolónak. Ez már 2000. Ez már 3000. A 4000. Öt. Hat. Idegekre 6. 7. 8. De egyébként tudták biztos, hogy utána már az apró pénzt. Most azért adtak direkt ilyet. De honnan gyűjtöttek ennyit? Ezt mennyi ideje gyűjtötték? Hát, hogy már 5 éve ezt gyűjtik. Ez az én rengeteg apró, mikor vittem a 200-asokat. Ma a váltság már be egy 500-asba. És most visszakaptad. Na, ugye elszámoltam már itt magamat, ez öt így. Akkor ez már 10 000 forint, anyukám. Akkor szerintem ez 20 000 forint van ebbe. Én arra satszolok. 11. 12. Hogy neked milyen kurva jó dolgod van? Fasz a családba születtél. 13. Akinek jó megy. 14. Ki van nyalva a kis segged? Keresd csontit. Anyukám, ez már 15 000 forint ráig. Meg lesz. Menjek a boltba így vásárolni?
Csókolom, hoztam egy halom 200-ast. Miért, amikor tőlünk bútort vettek 200-asból, 200-asokkal fizetett a csaj, kirakott egy nagy zsák, vagy két nagy zsák, ilyen izét. Azt jöttem megvenni a 200.000 forintos bútort. Ha lenne 1 millió forint, amit 200-asokba kérném. Én 200 forintosokba kérném, azt elmennék úgy vásárolni valamit. Egy hűtőt, vagy valamit. Amúgy nem tudom már, hogy járok, de majd a végén összeszámolom. Egyelőre két idékkel összerakom. Ezresével összerakom mindegyiket, és akkor meglátjuk, hogy a végén mennyi lesz. Szerintem 20.000 forint. Én szerintem. Ja, ez sacra kávéra ki van számolva. Sacra kávé, ez hogy lehet? Nem tudom. 1, 2, 3, 4, 5000, 10000, 15, 20000 forint. De ha 5x4, az is 20, nem? Jó, én nekem az már túl banyúdolt volt. Na. Úgy mert hogy van itt 5, emelre 4. És szorozva. Megkaptam a YouTube fizetését. Amúgy tényleg azt is 20000 forint, ha összegyűlik, akkor fizetnek, hogy valami esetben. Azt is 200-asokba fogom kérni. Na, úgyhogy ez volt. Na. Tényleg a GoPro, mi beleesett a halunk pénzbe. 11 perce megyünk, ez volt a ballagásnak a trükkje. Ez trükk? Trükközet. Ez a nagymamák találmánya. Milyen nagymamák? Nagy egy nagymamá van. Nagypapa találmány. Na, meg még a levél. Azt ki ne dobjam. Így. Még ez a izéke. Mert még ez a rúd, ez majd jó lesz, hogy valaki betörő, akkor majd egy fejem baszom. Ha a 200-asaidat pofán vered, lenyomod a torkán, hogy földugod a végbe lébe. Hülye, te hülye vagy! Ilyet fölrakunk az internetre. És nézzétek meg, látjátok ezt, gyerek? Saját anyám így beszél. Nemhogy jóra tanítana, csúnya beszél. Csúnya szavakat tanít. Azért beszélek én is ilyen csúnyán. Na, de most komolyan. Ezt szeretném anyák napjára. Nyugit. Na mit? Virágot, csokit, nyugit pihenést. Azt kapsz. Pihenést azt szanaszot kapsz. Szanaszot is. Szanaszot is kapsz, egy gyógyszerpatikát. Fürdőt is kapsz. Minusz 10 évet. Azt hittem minusz 10 fokot. Alvást, masszázs. Minusz 10 éve szeretné? Akkor mennyi a börtönbe azt a... Lesz ti minusz 10 év. Nyugi is lesz a börtönbe. Zsírleszívást. Minek az neked? Beteg vagy. Hát a 20-valahányból fősoroltam ezt a párat. Beteg vagy. Na. Úgyhogy Kalmat, ez a... virágot, csokit, ez mind jöhet. Ez mind pihenni szemét. Pihenni jöhet, szanax is jöhet, mert avval lehet jól pihenni. Ez mind szemét idáig. Ez a farönk. Banános tigrisról el. Milyen banános tigris? Kérsz egy tigris meg egy banánt? Na. Jó, van. Ezt dobjuk ki. Elfogyott a zsebkendem, képzeljétek el. Úgyhogy most belerakom ebbe a edélybe, jól összedik. Tényleg lenne benne egy 10000-es a hajtra, amely megtalálná az utcán. Ezek a lufi drávok, én nem tudom, minek vannak benne. Ezek ilyen izé. Na. Alright. Azt mehet a kukába. És akkor mi legyen a videó címe? Még nem tudom. Szia! Na szia, Mia, mondjad! Ezt kidobod egyszerűen a kukába, anya? Mert ezt akkor kirakom. Na csók mindenkit, üdvözlök vissza!